Véget ér a mulatság, elcsendesedik minden, nagy böt következik. Ekkor zsír nélküli ételeket és hús nélküli ételeket fogyasztottak általában az emberek. Én most egy cibrelevest fogok elkészíteni a következőképpen. Meghámozom a hagymát, szép apróra összevágom, kevés vízzel fölteszem főzni. Puhára főzöm, közben sózom, borsózom, babéllevet teszek hozzá. És amikor már puhára főzt a hagyma, felengedem vízzel. Hozzáteszek egy kis ecetet, mikor azzal összefor, akkor beleengedem a tojást egészébe. És az ecet egy kicsit összefogja, és ez egészében megmarad. És kész is a cibereleves. Én egy bukovinai ételeknek a főzését, amit az édesanyámtól tanultam, kimondottan azokat gyűjtöttem össze. És azt egy ilyen kis könyvbe összeállítottam. 4 személyre kiadagolva, és úgy a fiam fényképezte, és ezt a Bonyhádi Múzeum adta ki annak idején. És most is megtalálható ott. A böjtös ételek étrendje régen a következő volt. Guduba sült pityóka, pityóka galuska, pityóka leves, cibreleves, hering, vertej, ávilánka, és főztek régen buzát, kukoricát, amit édesítettek egy kicsit cukorrépával, és azt fogyasztották el.